A több mint 40 éves Bátaszéki Napsugár Nyugdíjas Egyesület életét is megnehezítette a koronavírus járvány. Sok mindenről le kellett mondania a tagoknak évközben, de ami a legjobban megviselte őket, hogy az összejövetelektől is elbúcsúzhattak egy időre. Az egyesület vezetője és helyettese mesélt stábunknak. Jó kis csapatot vettem át, mert nagyon egy szeretetteljes emberek. Egyszerű emberek vagyunk, de szeretünk táncolni, vidámkodni, kirándulni. Ez egy kicsit most megszűnt, a járvány véget, ami szomorú. Egy kicsit eltávolodtak az emberek is. Mi úgy amennyire páran vagyunk, akik tudunk interneten beszélni, úgy akkor azért megvan, hogy hello, hello, meg telefonon, de már nagyon várjuk, hogy megint újra együtt legyünk és vidámkodjunk. Környező faluba egymást meg szoktuk hívni, ebéddel sütünk finom süteményeket. Szóval ez nagyon hiányzik mindenkinek az életéből, mert minden héten egyszer szerdán össze szoktunk jönni is, és jó együtt azért. Na, akkor az egy olyan hét, hogy akkor az a szerdai nap az csak a miénk, igaz, Terike? Hiányzik, nagyon hiányzik. Amikor összejövetelek vannak szerdán, és amikor már nincsen olyan, amit meg kellene beszélni, utána akkor már szoktunk egy kicsikét énekelni. Az az igazság, hogy mi nem a fiatal, ugye hát idősebb generációk vagyunk, és mi szeretjük nagyon a magyar nótákat énekelni, a régieket, amit már hát nem felejtettünk el, de azért jó újra föleleveníteni, és hú, de régen hallottam, hogy még ezt is tudjuk, meg azt is. És mindenki, tényleg, akkor szoktuk olyat csinálni, hogy van egy új belépő, akkor annak van egy énekszáma, akit minden belépőnek elénekelünk, és akkor körbe megyünk, megkérdezünk mindenkinek, hogy mi a nótája, és akkor elénekeljük azt is. 33 tagunk volt tavaly, hát hogy az idén, úgy mikor fogunk megint összejönni, azt nem tudjuk, de nagyon-nagyon várjuk. Nagyon-nagyon rossz egyedül otthon mindenkinek. Mondhatom azt, hogy érdekes módon most 5 éve, hogy én is itt vagyok, és annyira kötődünk egymáshoz, hogyha az úton is találkozunk, üdvözöljük egymást nagy örömmel, amikor még lehetett, még puszilkodtunk is, de most már ugye nem lehet. De hát telefonon így, ha megkérdezzük, hogy vagy mindenki azt mondja, mikor jövünk össze, mert nagyon-nagyon rossz otthon. De vajon mik is történnek ezeken a szerdai összejöveteleken? Hát beszélgetünk sok mindenről, nagyjából azért beavatjuk a család életünkbe, hogy na most te hol voltál, vagy hol nyaraltál, vagy éppen mit főztél. Szóval ilyen egyszerű dolgok, de tulajdonképpen akkor a rendezvényekről beszélünk mindig, hogy telt el, mi volt a hiba, mit kell máskor jobban csinálni, ez kéne, meg úgy kéne. Hát evel is, akkor utána meg általában végig nótázunk, ez az ilyen. Akkor mindenki elmondja a nótáját, és akkor közösen elénekeljük, ami nagyon, én amikor legelőször én rábeszéltek, hogy menjek el és jelenkezek, ahol mondom, ilyen sok idegen ember közé, én végig zokogtam, ahogy befogadtak, esküszöm. Én is. És akkor elénekelték az Akácos út, hát én végig zokogtam az egész számot, és annyira megható volt, hogy köszöntünk nyugdíjasokat, hát szóval új tagnak ez annyira egy felemelő érzés volt, hogy hát nekem itt a helyem akkor. Én megmondom, hogy nekem végig sírtam, na de örömmel, és én utána onnantól kezdve én nagyon szívesen jártam meg, kedvesen fogadtak, például a Terike, már az volt neki az első, 20 perc, vagy figyelj, akkor te kórus tag leszel, igaz? Hát persze mondom. Úgyhogy nagyon jó kis társulat. Na, ezt végül is úgy kaptam, hogy én kaptam a Margittól, aki engemet úgy beoldott meg a társaság. Én úgy érzem, hogy megszeretett, meg befogadott, úgyhogy szeretném továbbra is jót csinálni, hogy mindenkinek eleget tegyek meg, hogy szép legyen továbbra is. Csak remélem, újjon el ez az egész. Én sem akartam jönni, mert abszolút nem akartam jönni, és rábeszéltek. Volt egy olyan időszak, amikor ez nagyon-nagyon jól jött, és amikor ezt elénekelték, ezt a belépőt, hát az... meg mindenki. Én meglepődtem, de nagyon-nagyon
szívhez szóló volt, és én akkor azt gondoltam, hogy nekem itt a helyem, és nekem ez lesz a kikapcsolódás, nem pedig otthon mindig csak a gondokkal, a bajokkal foglalkozni. Mi mind 70 éven felüliek vagyunk, sokan, hát nem mindenki, de sokan. És egyedülálló, és olyan nagyon rossz, amikor tényleg otthon vagyunk, és csak nézünk ki az ablakon, ez az igazság. És az utca is néma, nem járnak emberek, és akkor gondolnak ránk, szóval ez nagyon-nagyon jó. És mi azért érezzük jól magunkat, mert egy héten egyszer azon a szerdai napon összejövünk, és akkor örülünk egymásnak. Legalább van ahova elmenni, mert van célunk, mert tudjuk, hogy szerdán ide kell jönni. Sajnos közülünk is hárman meghaltak. Nem tudom most, hogy a járvány véget vagy nem, de ritkulunk. És ezáltal szeretném mindenkit köszönteni távolról, hogy jó lenne ma újra együtt, és reméljük eljön, megteszünk mindent azért mi is, hogy újra együtt legyünk. És várjuk az új jelenkezőket is, hogy egy kicsit frissítve legyen az egész. És hogy lehet csatlakozni ehhez a közösséghez? Szimán csak jönni, és már így van. Ilyen szeretettel befogadjuk nótával, meg mindennel, úgyhogy szívesen várunk mindenkit. Mit? A nótával. Ez a belépő. Ez a szerdai nap tartja bennünk a lelket, így igaz. És akkor jönnek ezek a programok, hisz azért vagyunk, támogatást is, hogyha kapunk, akkor el kell nekünk azt költeni, meg kell indokolni, hogy mire költsük, és igyekszünk, hogy mindenki, és érdekes, hogyha máskor nem is jön el mindenki, de akkor együtt vagyunk. A nyugdíjas klub tagjainak kész tervei vannak, mihez kezdenek majd, ha véget ér a pandémia. Az első dolgunk, azt mondtuk, hogy tényleg csinálunk egy nagy bulit, az lesz az első. Finom ebéde. Mert akkor eljön mindenki, és akkor olyankor van ebéd, mi sütünk süteményt, van zenekarunk, és akkor, ha felcsendül a zene, akkor már mindenki, hát 99%-ig majdnem mind nők vagyunk, és mégis jól érezzük magunkat, valóban nem tart nagyon sokáig, mert végül is olyan nagyon sokáig nem tudunk táncolni sem, mert a lába, ahogy akkor sose fáj a lábunk, hallod? De akkor nem fáj a lábunk,